Arad és Temes megyében járt a hétvégén Mince Lóránt, az RMDS EP képviselőjelöltje, útja során a helyi közösségek tagjaival találkozott. Mince Lóránt az Arad megyei Nagyiratoson, Nagyvarjason és Szentpálon járt. Nagyiratoson a helyi templomban vett részt vallási szertartáson, majd a községházán találkozott az érdeklődőkkel, akiknek ismét hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy megértessék az Európai Unióval, ne csak elismerjék, védjék is a kisebbségi jogokat. Ehhez azonban jelen kell lenni Brüsszelben. Erdélyt járjuk, magyar közösségekkel találkozunk, azért, hogy elmondjuk nekik ezeknek az európai parlamenti választásoknak a fontosságát, azt az üzenetet szeretnénk átadni minden közösségben, hogy mennyire fontos az, hogy összetartsunk, hogy május 25-én minél több erdélyi magyar elmenjen szavazni. A politikus kampánykörútja innen Temesvárra vezetett, ahol újságírók előtt figyelmeztetett. Ukrajna a bizonyíték arra, hová vezethetnek a megoldatlan kisebbségi kérdések. Ezért pozitív az RMDS kisebbségvédelmi javaslata. Itt a bánságban is szeretnénk beszélni arról, hogy milyen esélyeket kínál számunkra az Európai Unió, miért fontos ott lennünk. Hát elsősorban azért, hogy a bánsági magyar emberek érdekeit is képviseljük. Mince Lóránt az RMDS EP listáján a harmadik helyen szerepel.